Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Engem ért ez a megtiszteltetés, hogy bemutathatom Önöknek a Békési Helyi Értéktár és Helyi Értéktár Bizottság munkáját. Mint ahogy Koszás Sándor igazgató úr említette, én Budai Tünde vagyok, a Helyi Értéktár Bizottság titkára. Hát maga a Helyi Értéktár és a bizottság munkájának célja igen egyszerű, összegyűjteni és dokumentálni a település szellemi vagyonát, ezzel egy átfogó képet adni Békésváros értékeiről. 2012-ben hozott hungarikumi törvény alapján a települések lehetőséget kaptak arra, hogy helyi értéktárat hozhassanak létre, így Békésvárosa is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Ezzel Békésnek esélye van arra, hogy különböző szubkultúrák, illetve a hivatalos értékrenden túl egyfajta békés identitását teljes mértékben átfogó, meghatározó érték megjelenítésére. A koncepció lényege tulajdonképpen a 2012. évi hungarikumi és nemzeti értékekről szóló törvény, és az ehhez kapcsolódó kormányrendelet is. A jogszabály megalkotók célja mindenféleképpen az volt, hogy azonosítsák és rendszerezzék, összegyűjtsék, dokumentálják a Magyarországon fellelhető értékeinket. Gyűjtő és kutató munkát a lehető legszélesebb körben kiterjesszék, gondoskodni a nemzeti értékek megismerhetéséről, illetve a nemzeti értékekből kiemelve a hungarikumok körét. Tehát, mint már említettem, a nemzeti értékek köréből kiemeljék a hungarikumokat, és megismertessék a nemzeti értékeket, illetve a hungarikumokat belföldön, illetve külföldön, a hungarikumokat, illetve védjeggyel ellátva azokat fenntartsák és védjék. Ennek érdekében, az azonosítás érdekében létrehozták az úgynevezett értéktár piramist, amely tulajdonképpen egy több lépcsős rendszer, alulról felfelé építkező piramisrendszer. Itt a képen jól látható, hogy három fő részre osztható, három fő rendszerre tagolható, az alsó szint pedig szintén három részből áll. Az alsó szinten helyezkednek el a települési, tájegységi és megyei értéktárak. Települési értéktár önmagában ugye a Békési helyi értéktár is, de hogyan lehet létrehozni települési értéktárat? Hát erre az önkormányzatnak van lehetősége, vagy önállóan működteti, vagy delegálhatja olyan civil egyházi szervezeteknek, amelyek nemzeti értékek azonosításával, összegyűjtésével foglalatoskodik, illetve olyan szervezeteknek, amelyek településfejlesztési, vidékfejlesztési feladatokat végeznek. Tájegységi értéktárról akkor beszélünk, hogyha több település, több szomszédos település közös gyűjteményt hoz létre. Erre példának én a Tolna megyei településeket találtam. Itt öt kisebb település hozott létre közös értéktárat. Illetve a megyei értéktár, mely a tájegységi és települési értéktár felett áll, közre fogja ezek gyűjteményeit és rendszerezi azokat. Én úgy tudom, hogy Magyarországon minden megyében működik ilyen értéktár, így természetesen a mi megyékben is, Békésen is. Amint még fontos megemlíteni, hogy léteznek az ágazati értéktárak, amely az egyes ágazatokért felelős miniszterek által azonosított nemzeti értékek gyűjteménye. Itt a legfrissebb információim szerint idén, most február 24-én a magyar akác és magyar akácméz is belekerült a gyűjteménybe. Szintén ezen a szinten helyezkedik el a határon túli magyar közösségek értéktára, amit tulajdonképpen nem is kell túlragozni, tehát a határon túl megtalálható külhoni magyarság nemzeti értékeit tartalmazza. Itt példának az Erdélyben található királyi grófok kriptáját hoztam példának, de
Ha minden igaz, jelenleg 105 darab külhoni magyar értéket regisztráltak. Eddig még. Ezek mindegyikét a magyar értéktár foglalja magában. A magyar értéktár rendszerezi, összegyűjti, azonosítja és dokumentálja a legalsó szinten elhelyezkedő gyűjtemények sorát. A magyar értéktárat a Hungarikum Bizottság állítja össze és rangsorolja. Ezek közül a magyar értékek közül emelik ki azokat a nemzeti értékeket, amelyek a Hungarikumok gyűjteményébe a Hungarikum szintre érdemesnek tart. Magyar értékek közül jelenleg, ha az információk is frissek, közel 100 magyar érték található meg a élelmiszerlánc.kormány.hu honlapon. Egyébként ezt ki is nyomtattam, hogyha valakit esetleg érdekel, hogy pontosan milyen értékek vannak fent a listában, akkor azt szívesen körbeadom. Itt a mezőtúri fazekasság, az ilcsiszépítőfüvek, a fröccs és a békési pálinka is, mint már eredet védettség alatt álló termék is megtalálható a magyar értéktárba. Tehát, mint már említettem, a magyar értéktárból emelik ki azokat a nemzeti értékeket a Hungarikumi Bizottság tagjai, amelyek a Hungarikumok gyűjteménye besorolhatóak, és hungarikumi védjeggyel elláthatóak, azt használhatják. Itt a Hungarikumok gyűjteményében már tudjuk, hogy a csabai kolbász is benne van, a gyulai kolbász, a szikvíz és a herendi porcelán, de ezen kívül még, nem is tudom, talán 30 különböző értéket azonosítottak a bizottság tagjai. Tehát összefoglalva tulajdonképpen a települési tájegységi a megyei értéktár felé felelős, a megyei értéktár a magyar értéktár felé, ágazati határon túli magyar értéktárak szintén a magyar értéktár felé felelősek, és a magyar értéktárból emelik ki a hungarikumokat. Bízunk benne, hogy Békésről is hamarosan a magyar értéktár, vagy a hungarikumi gyűjteményben is, ebből is dicsekedhetünk termékekről. Tehát tulajdonképpen ki kezdeményezhet felvételt? Tulajdonképpen bárki megteheti, ezt írásban kell kezdeményeznie, lehet a legkisebb közösség is, akik előhozakadhatnak ötleteikkel, javaslataikkal. Mindenféleképpen a települési vagy tájegységi bizottság elnökéhez kell ezt benyújtania. Amennyiben nincs ilyen testület az adott településen, akkor a település polgármesteréhez kell benyújtani, a polgármesternek pedig kötelezően tovább kell ezt küldenie az adott megyei bizottság elnökéhez. Megfelelő tartalmi és formai követelmények szerint kell ezt tenni. Erről majd később fogok néhány szót szólni. Elnézést, még itt ez a mikrofon dolog, ez nem igazán megy. És akkor a Békési Helyi Értéktár Bizottság munkájáról. Békésváros képviselő testülete 2013. szeptember 12-i ülésén támogatta a kezdeményezést, és szeptember 18-án az alakuló ülését megtartotta a bizottság 5 állandó bizottsági taggal. Izsó Gábor polgármester úr, mint a Helyi Értéktár Bizottság elnöke, Kálmán Tibor úr, a Békési Ifjúsági Sportreferens, mint az elnök helyettese a bizottságnak, Balogh Gábor, ne felejts, Egyesület elnökasszonya, Mester Péter úr, Békésváros és Szépítő Egyesület elnöke, illetve Varga István úr, a Békésváros Messziföldön híres mesterszakácsa. A bizottság bármikor bővíthető, bármikor szakértőkkel kibővíthető testület, nincsenek olyan jogosítványok, amik ezt megszabnák. A bizottság megalakulását követően több kérdés felmerült, hogy mik a további lépéseink, hiszen maga az egész kezdeményezés rendkívül gyerekcipőben járt.
Természetesen a célunk az egyértelmű volt, össze kell gyűjteni Békésváros kincseit, ezeket rendszereznünk kell. Feladatunk, hogy azokat az értékeket, amelyeket a bizottság úgy vél, hogy ezt magasabb szintre kell terjeszteni, azokat a magasabb védelmi szintre feljavasoljuk. Itt ugye a piramis lépcsőfokáról már beszéltem, illetve természetesen a lakosok bevonása, figyelemfelkeltés, a békési közösség legszélesebb körű bevonása a célunk. Ebben segítségünkre van minden tekintetben a helyi médiumok, illetve a szórólapozást, közvetlen szórólapozást végeztünk a lakosok körében, ezzel is egy kicsit reklámozva a Békési Helyi Értéktár Bizottság és a Helyi Értéktár célját. A gyűjtő-kutató munka, tehát hogyan is működik akkor ez a gyűjtés? Nem az a céljuk, hogy felássuk az egész Békést, illetve hogy kincseket keressünk, hanem a kormányrendelet alapján meghatározott mellékletek összeállítását és azok begyűjtését igyekszünk összeállítani. A felterjesztés formája pedig a következőképpen alakul. Három fő részre tagolható ez is. Javaslattevő adatai, a nemzeti érték adatait kell bemutatni. Rövid szöveges bemutatást kérnek, nemzeti értékek kapcsolatos információt, források, megjelenítendő források listája és a mellékletek. Még itt annyit hozzáfűznék, hogy a helyi értéktár az utolsó részt, a mellékleteket kivette a javaslattevők formanyomtatványból, tekintettel arra, hogy ez rendkívül időigényes és sok energiát követel. Éppen ezért senkinek a kedvét nem akartuk elvenni, hogy ne küldjenek be javaslatot, majd a bizottság dolgozik. Tehát a városi értéktárba akkor kerülhet be egy javaslat, hogyha írásban ezt kezdeményezhetik, hasonló forma nyomtatványon keresztül. És akkor a lépéseink. Tehát a javaslatok beérkeznek lakosoktól, civil szervezetektől, bizottsági tagoktól, szakértőktől. A beérkezett javaslatokat a bizottság időközönként összegzi, megvizsgálja, megvitatja az adott terület szakértőjével. Amennyiben a testület dönt a befogadásról, a helyi értéktár szinten, akkor egyértelműen felvételre kerül a lajstromba. Ha elutasításról dönt, akkor természetesen kiértesíti a javaslattevőt az elutasításról. További felterjesztésről is dönthet, ami azt jelenti, ugye, hogy megyei vagy nemzeti értéktárba kívánja azt az adott értéket felterjeszteni. Ebben az esetben szakértőt kijelöl, vagy természetesen felkér az előterjesztés kidolgozásához. 8 szakterületi kategória nyújt segítséget ahhoz, hogy a bizottság és a felterjesztő megfelelő módon tudja besorolni az adott javaslatokat. Ezt egyébként a formanyomtatvány is megköveteli, valószínűleg azért, hogy a további testületek minél könnyebben tudják az adott javaslatot elemezni, illetve vizsgálni. Tehát tulajdonképpen nem kell kizárólag magasztos, egyedi, tárgyas formában megjelenítendő értékre gondolni. Minden szellemi, anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, alkotó tevékenység, hagyomány, tájhoz, élővilághoz kapcsolódó jelenség, épület, szobor, természeti környezet, rendezvény, turisztikai attrakció is bekerülhet a helyi értéktárba. Nyilván vannak közös pontok, de úgy véljük, hogy Békésen hála az égnek elég bő a választék ahhoz, hogy egy helyi értéktárat ki tudjunk alakítani. És tulajdonképpen ugye itt a helyi értéktár, mint már említettem, bőven van miből válogatni. Mindezt a következő diasor is jól fogja példázni.
Itt megtalálhatóak lesznek, láthatóak lesznek, melyek azok az értékek, területek, amelyeket a helyi értéktárbizottság befogadott. Nem ejtenék túl sok szót ezekről a témákról, hiszen akkor estig itt ülhetnénk, mert mindegyik témának szerintem megvan a maga olyan szintre emelni érdemes tartalma, amit akár esetleg több órán keresztül lehetne taglalni. Tehát ezek a kincsek egyébként hamarosan egy átfogó adatbázisba is be fognak kerülni, amelynek kidolgozásában módszertani vezetőnk, a Nemzeti Művelődési Intézet, Békés Megyei Intézete ad meg nekünk. És ha jól tudom, akkor a Ne Felejts Egyesület soron következő rendezvényén ezeket a helyi értékeket szeretnék kiállításon is bemutatni, és bízunk benne, hogy ez a kiállítás minél több tartalommal meg fog tudni telni, és még ez bővülni fog. Itt a vége fele látható, hogy azért elég sok étel is bekerült a listába. Hát mondanom se kell, hogy amikor ezt a bizottság tárgyalt, akkor mindenki korgó gyomorra állt fel a 6 órási értekezlet után, úgyhogy ilyenkor nem biztos, hogy a fogyókúrázóknak kell részt venni az ilyen ülésem. És akkor melyik azok az értékek, amelyek a nemzeti, illetve megyei értéktárba készülnek? Összesen 14 olyan érték lett kiválasztva, amelyet magasabb szintre kívánja felterjeszteni a testület. Amiről biztosan tudok önöknek egy kis illusztrációval szolgálni, az a Békés-Tarhosi Énekiskola és a Békés-Tarhosi Zenei Napok anyaga. El is hoztam magammal. Tulajdonképpen így néz neki egy megyei szintű, illetve nemzeti érték szintű felterjesztést. Ezt szívesen körbe is adom majd, hogyha valakit érdekel. Rengeteg dokumentáció, írásos levelezés, újságcikkek, illetve, ami nagyon fontos egy ilyen felterjesztésnél, támogató ajánló levelek begyűjtése az adott szakmától. És nem utolsó sorban, ami nagy öröm, a napokban kaptuk kézhez a Békési Újságkalendárium helyi értéktárba történő felterjesztését, ami egy rendkívül precíz munka, és én úgy gondolom, hogy a bizottság örömmel fogja ezt tárgyalni. Az összeállítója Ne Felejts Közhasznú Egyesület, már ajánló levelekkel elkészített anyag. Én bízok benne, hogy akár még a megyei szintre is felterjesztésre támogatja a bizottság. Bízunk benne, hogy munkánk eredménnyel jár, és hosszú távon is maradandó lesz. Mindenképpen hasznosnak tartjuk ezt a tevékenységet. Hamarosan bízunk benne, hogy dicsekedhetünk azzal is, hogy akár Hungarikumi címet elnyert egy-egy értékünk, vagy akár nemzeti értéktárba is bekerültünk. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, amennyiben valakinek ötlete, javaslata lenne a helyi értéktár munkájához, vagy kibővítéséhez, úgy várjuk bizalommal. Köszönöm szépen!